koszorúzással indult a 16. Bélteki Hagyományőrző Nap szombaton. A rendezvényt minden évben a Nemzeti Összetartozás Napjának közelében szervezik. Az Országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. Ez a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, nemzeti emléknapunk, és arra emlékeztet bennünket, hogy határon túl és határon innen egyformán a magyar nemzet részesei vagyunk, közösen jóban, rosszban. Akkor éljük meg helyesen ezt a napot, hogyha valóban összekapcsoljuk a határon túli magyarságot. Itt két magyar testvértelepülés is van a szomszédos Erdélyből, és remélem, hogy minél többen, nem csak településvezetők, hanem lakosok is ellátogatnak egymás ünnepeire, Nyírbéltekiek és Kasszabéltekre, illetve Jémihály falvára. Nyírbélteken 3 nap alatt több programot is szerveztek a helyieknek, akik igyekeznek keresztény értékrend alapján élni, és szolidárisak a határon túli magyarokkal. Ezt a település polgármestere, Bagdi Sándor mondta ünnepi köszöntőjében. A testvértelepülések összetartozását is jelzi, hogy 2 romániai testvértelepülés is részt vett a 16. Bélteki Hagyományőrző Napon. A Hagyományőrző Nap több attrakcióból tevődött össze, gyakorlatilag egész héten műsoraink voltak, családi nap, gyermeknap, illetve volt egy színházunk, volt egy pszichológus, aki a szerencséről, illetve a jó szerencséről adott számot, és elhozta ide hozzánk ugye a szerencse kulcsát, mint ahogy az előbb is mondtam a beszédemben, vagy a köszöntőmben. Én úgy gondolom, hogy próbálunk a szerencsével élni, és próbáljuk úgy forgatni a szerencsét, hogy itt nálunk mindig maradjon, maradandó legyen. Az elmúlt években sokat fejlődött a település, többek között kiépült a szennyvízhálózat, megújult az egészségház és térfigyelő kamerarendszert is kialakítottak Nyírbélteken. A terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően több mint 700 millió forintnyi pályázati forrást is nyert Nyírbéltek. Ebből például mezőgazdasági terménytároló és ökoturisztikai látogatóközpont is épülhet a közeljövőben.